műsor támogatói a Dudu Taxi és Transfer, a Mobil Training Autós Iskola. A műsor fő támogatója a Mancraft Consulting. Készen vagy? Készen vagyok. Útlevél? Megvan, bankkártyák. Megvannak. Mikor jön a taxi? Taxi? Elfelejtettem. Nekünk van egy ajánlatunk. Dudu Taxi, a mindig pontos és megbízható reptéri transfer. 0630 641 91 66. Fiatal, lendületes csapat. Csak ajánlani tudom őket. Itt nem csak papírt szereztem, vezetni is megtanultam. Rugalmasan alkalmazkodnak a tanulókhoz. Oktatásban akár online, de jelenléti módon is részt tudsz venni. Mindenre itt vizsgáztam, motorra és autóra is. Miért? A Mobil Training a legjobb. Mobil Training Autós Iskola. Május körül olvastam a Kisalföld újságba erről egy cikket, hogy mosonmagyaróvári lakosú gyermekek pályázhatnak nyári táborozásra. Az alapítóval, kezdetén Szentai Csabával, aki egy volt tanítványom és az üzletéletben elért sikerei után úgy gondolta, hogy visszaad valamit a városnak abból, amit ő kapott ettől a várostól középiskolás tanulmányi befejezéséig, és a szülei testvére még mind a mai napig itt él, illetve ő is tervezi a visszaköltözését. Az volt a cél, hogy egyrészt a rászoruló és nehéz helyzetben lévő tehetséges gyerekeket támogassuk, juttassuk olyan lehetőséghez, amelyek a személyiség fejlődésükben, akár fizikai, akár lelki, testi fejlődésükben segítséget nyújtanak most a táborozás során. Mind a négy pályázat gyakorlatilag úgy gondolom ezt a célt szolgálta és jól szolgálja. Igen, nagyon örülünk ennek a támogatásnak, mert hát sok gyerek jár hozzánk a táborba. Vannak olyanok, akik egész évben edzenek nálunk a teremben, és vannak olyanok is, akik itt ismerkednek meg a röplabda alapjaival. Itt szeretik meg, és reméljük, hogy csatlakoznak majd hozzánk ősztől a teremben edzésekhez is. A támogatásnak köszönhetően most mindkét táborunkban pullót tudunk adni a gyerekeknek a tábor végén. Ennek nagyon szoktak örülni, emlékeznek az élményekre, amiket itt szereztek. Igazából a Facebookon köszönt felénk ez a lehetőség. A köznevelési munkacsoport vezetőjével nagyon megörültünk neki, hiszen a tábor kezdete előtt ez már megjelent, és úgy gondoltuk, hogy két olyan eszköz megvásárlását fogjuk megpályázni, ami egyébként is a munkánk során hasznosítható, főleg az iskolai óvodai szociális munka során. Lehet tudni, hogy mik ezek az eszközök, és mire valók? Igen, egy 7 méteres kooperációs ernyő megvásárlását tűztük ki célul. Ez a terápiás eszköz, ez kifejezetten jó nagy mozgások fejlesztésére, illetve a csapatszellem előtérbe helyezésével különböző mozgásos terápiás foglalkozást lehet rajta végezni. Illetve volt még egy? Igen, ez a papírszínház. Ez a papírszínház ez úgy fejleszt, hogy a mesét átalakítja színházzá, és így még erősebb élményt és még hatásosabb élményt nyújt a gyerekeknek. Bendegúz 5 táborba vett részt a nyáron, 1 foci táborba, 2 családsegítős táborba és 2 röplabda táborba. Melyiken érezte a legjobban magát, és hol volt ő igazából otthon? Hát ő minden táborban jól érzi magát, nagyon mozgékony, most is kosáredzésre jöttünk, úgyhogy minden, ami mozgás, az őt érdekli. A gimnazista Nagy Réka a szervát ültetettek és művesekezeltek 11. Európa-bajnokságára jutott el a támogatásnak köszönhetően. Angliában voltam,
és ott volt egy versenyünk. Viszonylag jól szerepeltem, számomra ez megfelelő volt. Voltam súlylökésben első helyezett, illetve 400 méteren, és gerelyhajításban voltam második, illetve 5 kilométeren és 800 méteren harmadik. Maximálisan elégedett vagyok, hiszen ugye a pályázók pályáztak, nyertek, a pénzek kiutalásra kerültek, és hát nyilván azok a célok, amiket mi kitűztünk, azok meg is valósulnak ezeknek a pályázatoknak az elbírása során. Fogalmam sincs a pályázók köréről, fogalmam sincs, amíg nem látom én magam már a meghirdetett eredményeket, fogalmam sincs arról, hogy ki kap pályázati pénzt, és ez is volt a cél. Ugyanis én, mint alapítvány tevő, én nem azért hoztam létre ezt az alapítványt, hogy az ismerőseimnek valamilyen módon segítsek, azt meg tudnám tenni enélkül is. Pont azt szerettem volna, hogy legyen egy független szakértői testület, ami az alapítvány kuratóriuma, akik valóban azok alapján a meghirdetett és nagyon pontosan meghatározott célok alapján, amiket kitűztünk az alapítvány céljául, ezek alapján a célok alapján elbírálják, mint független testület, elbírálják a pályázatokat, és azok nyernek, akik valóban a célnak megfelelő pályázatokat nyújtanak be. Hirtelen megnövekedtek megrendelései vagy raktározási problémái vannak? A Mancraft Consulting lehet a megoldás. Munkaerőt, termelési területet, szaktudást adunk megnövekedett gyártási feladataihoz. Csarnokaink, humán erőforrásunk, logisztikai, műszaki szaktudásunk átmeneti vagy hosszú távú megoldást nyújthatnak. Keressen minket bizalommal! Mancraft Consulting.